svábok egykori néprajzi értékeit mutatja be Dombováron az a magángyűjtemény, ahova stábunk is ellátogatott. A svábok jellegzetes viseleteit, bútorait, valamint használati eszközeit és mindennapi kellékeit lehet az összeállításban megtekinteni. Egy korhűen berendezett szobával találkozhatunk, az ágy, az éjjeli szekrény és a hálószoba szekrény mind-mind rendhagyó darabok. A sváb viselet felöltöztetett állófogason került elhelyezésre. Egy kis érdekesség, hogy az 1900-as évek elején a vagyoni gyarapodásukkal egy időben viseletváltásra került sor, ugyanis a régi egyszerűbb paraszti női viseletet felcserélték selyemből, brokátból készített plisztírozással rakott ruhára, mely alá a fiatal lányok ünnepek alkalmából 16 alsószoknyát is húztak. A két kezük által készített függönyök, abroszok is hűen tükrözik hagyományaikat. A kialakított konyhában sváb asztali székek, valamint egy tálalószekrény is látható, ugyanakkor egy jellegzetes párherdet, azaz egy tűzhelyet is találhatunk. A helyiségben a konyhai munkaeszközökön kívül a sváb házi bölcsességeket tartalmazó hímzett falvédők is helyet kaptak. Tévik Viktorné átéléssel és meghatódottan mesélt nekünk a múltról, arról, mikor és milyen céllal jött létre ez a néprajzi gyűjtemény. Ez a szoba, amikor felszabadult, a párom ötlete volt, hogy részben az édesanyja emlékére, és amik megmaradtak, azoknak a dolgoknak az összegyűjtésére egy emlékszobát, először emlékszobának indult. Egészen durván olyan 8-10 évvel ezelőtt álltunk neki, akkor összerakni nagyon gyorsan ment, mert előtte fejben már megterveztük, és hát a lendület, az akarat, az nagyon gyorsan hozta, hogy gyorsan lefestettük, és helyreállítottuk a riszrosz darabokat, és berendeztük, és azóta folyamatosan bővül, mert vagy még a rokonoktól kapunk, vagy az ide látogatóknak jut eszébe, hogy otthon neki van egy darab, ami otthon egyedül nem érvényesül, és szívesen látná itt a többi között. Nagy részt Mekényesről a párom szülei ott laktak, illetve a nagymama. Ők, amikor ide költöztek Dombovárra, hozták magukkal, és itt maradtak körülöttünk, és aztán, amikor ugye a berendezést már fontolgattuk, akkor újból megkerestük a rokonokat, hogy amire úgy gondolják, nincs szükségük, mi itt szívesen kiegészítenénk, és így jött össze ez a sok minden. Gyakorlatilag többször elhangzott, az volt a cél, úgy szerettük volna berendezni, hogy az legyen a benyomás, mintha valakihez elmentünk volna, tehát egy komplett, ugyancsak egy szoba, konyha, de mintha egy komplett lakást tekintenénk meg egy akkori berendezéssel, mintha csak nem lennének itthon, és most itt egy kicsit körülnéznek. Nagyon szépek számomra ezek a régi konfirmációs emléklapok, illetve fölötte, ami található, az emberi élet fokozata. Ezt egy nagyon idős bácsi mondta, hogy nagyon-nagyon ritka, illetve ezen kívül ő nem is látott. Én magam Szentendrén láttam még egy ilyet az eddigi kirándulásaink, felfedezéseink alkalmával. Ez mindenképpen érdekes, illetve nekem, ami vélhetőleg a párom édesanyjáé volt, ez a szép konfirmációs kis öltözék, de igazából nagyon nem tudok kiemelni, mert nagyon szeretem a játékokat, nagyon szeretem a babákat, mindent szeretek. Az ágy, ami itt látható, ennek van még egy komódja, amin 1824-es felirat van, illetve még egy 1700-as évekből származó bibliánk van. Az a legrégebbi darab, gondolom, de hát azt kivéve az 1800-as évektől az utóbbi 100 év. Hát a múzeumok éjszakájának voltunk résztvevői, iskolai osztályokat volt Molnár György iskolából hoznak le a pedagógusok gyerekeket, nagyon érdekesek tudnak lenni a megnyilvánulásaikkal, és egészen meg tudja némely gyereket fogni ez a környezet. Több kiránduló csoport jön, egészen messziről, meglepően Solymárról volt itt nyugdíjas klub, Komlói Asztma Klub, tehát akit érdekel, az megtalál minket. Körülbelül 7-8 alkalommal szolgáltattunk zenét, ami hagyományosan ez a sváb. Egy nagyon kedves ismerősünk több évben megtisztelt minket, hogy
a harmonika szójára jöttek, mentek, és jól érezték magukat a vendégek. Hát kiegészültünk egy kis pogácsás kínálattal. Volt, hogy ismerős lehozta a baba gyűjteményét, akkor azokat külön kiültettük a padra. Egy kicsit igyekeztünk azért frissíteni, és annak ellenére, hogy kis magán emberkék vagyunk, nem sok tehetséggel, azért igyekeztünk színesíteni a programokat. Voltak táncosaim, Harkányban van rokonom, aki táncol. Ők is megtiszteltek egyik évben a kis produkciójukkal, úgyhogy gyakorlatilag majdnem büszke is lehetnék rá. Én magam nem gyűjtöttem. Jó, nem mondom, hogy a pécsi vásárba kicsit nem mazsoláztam, mert szeretem a kiskosarat, vagy egy-egy tárgyal kiegészíteni, amire még vágy. Nem volt palatáblám, vettem palatáblát. Tehát van, amit vettem, de ahogy már mondtam, a látogatók egyszerűen szükségét érzik, hogy valamit ide letegyenek. Nem tudom, hogy milyen, tehát megtisztelő, nagyon megtisztelő, amikor valaki lehozza a padlásról a tükröt, ami ott van mögötted, és hát egy meglett nőszemély, és akkor sírva odaadja, hogy az édesapja tükre. Tehát ez megtisztelő. Mit jelent ez az egész neked? Ezt.